pedig azt mondtam, hogy Cseke Katinka hatalmas változáson ment át, akkor most ki kell javítanom magam, mert óriási változáson. Azóta még sokkal többet fogyott, volt egy hatalmas nagy fotózása, és ezt most el is meséli nekünk. Hát, azt hiszem, semmit nem kell mondanom, a látvány magáért beszél. A pedikűrösöm nem ismert meg. Azt mondta, azt hittem, hogy az a vékony angol lány jött be. Mondom, nem, az én vagyok. Ez most hány kiló? Ez most 75. Tehát 100-105-ről. Kerekítsünk akkor 105-ről 75-re. Közben nem akarom elengedni ezt a csokoládét, mert közben azért a csokoládét még mindig szeretem. Igen, tehát önazonos maradtál. Igen, önazonos, csak vegán dolgokat eszem. Vegán? Vegán. Most 3 hónapja vegán lettem. Ugye kezdődött az indiai gyógynövénnyel, ami hihetetlen módon elvette az étvágyamat. Utána folytatódott az indiai pasival, aki csinált egy tisztító kúrát. Aztán folytatódott a vegán paleo cuccokkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy már annyira egészséges leszek a végén, hogy már én fogom szégyelni ezt a nagy egészségességet. Akkor itt nem csak arról van szó, hogy van egy jól sikerült fogyókúra, hanem itt komplett életmódváltásról van szó. Van ez a szó eleve, hogy fogyókúra. Ez borzasztó, ezt felejtsük el. Nekem nagyon sok dolog hatott együtt, de az, hogy én elkezdtem azzal az indiai gyógynövénnyel, és ez engem elindított egy lejtőn a legpozitívabb értelemben, életmódot kell váltani. Nem lehet lefogyni, úgyhogy most nem eszem fehér kenyeret, de alig várom, hogy 60 kiló vagyok, már ehetek. Nem. Ha nem jó neked a fehér kenyér, akkor váltanod kell, mert a fehér kenyértől újra 106 kiló leszel. Volt egy fotózás, és egyszerűen beleszerettem a ruhákba. Pici, apró lépésekkel akarok haladni. Tehát én nem vagyok híve a nagy változásoknak, ez épp elég volt ez a 30 kiló, meg még akarom azt az 5-6-ot, de szép lassan. Amikor elkezdtem mindenmentesen enni, akkor azt mondták a barátnőim, hogy éhen fogsz halni, szörnyű ízeket fogsz enni, ez az egész úgy, ahogy van, ez katasztrófa. Életem legistenibb ízei. Olyan gluténmentes, frissen sütött, glutén és élesztőmentes kenyeret eszem, olyan kekszeket, olyan vegán csokikat, hogy egyszerűen mennyei. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezt még lehet fokozni, de mi a cél? Ha 69,9 lennék, az azért nagyon jó, mert amikor azt mondják egy nőnek, hogy te hány kiló vagy, és úgy kezdődik, hogy 70, az egy olyan pszichés határ. A 80, a 90 az már tök mindegy, azon már túl vagy, de a 70 az egy olyan, vannak barátnőim, akiknél az 50, tehát 59,9-en még azt érzi, hogy oké, de ha 60 lenne, már megállna az élete. Úgyhogy lehet, hogy erre a 69,9-re hajazok.